Köszöntöm Önöket, ez a harmadik csengetésnek egy nagyon furcsa különkiadása videóban is. Szeptember 5-én a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlang Színházban egy extra koncertet láthatnak. Most hirdetjük meg ezt a koncertet. A Csík zenekar az 50 éves LGT előtt tiszteleg a Dal a miénk című lemezükkel, melyen közreműködik Presser Gábor és Karácsony János is. Nos, ők érkeznek a Fertőrákosi Barlang Színházba, tehát szeptember 5-én. A turné bejelentő sajtótájékoztatóján vagyunk itt a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Most ezt a sajtótájékoztatót tekinthetik meg, a sajtótájékoztató után pedig még néhány jegyinformációt el fogok mondani Önöknek. Szeretettel köszöntünk mindenkit, a sajtóképviselőit is, meg azoknak a helyszíneknek a képviselőit is, amely helyszíneken a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János és időnként Kovács Kati fellép a következő, ha jól számolom, 5 hónapban. Mert hogy július közepétől, 17-től egészen december 27-ig tart a turné, a Dal a miénk turné. És hát szerintem minden túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy az idei évnek a legnagyobb durranása ez a turné. Rengeteg embert fog megmozgatni, rengeteg ember lesz ott a koncerteken, sok-sok BS-t tudna megtölteni az a sok ember, aki a koncerteken jelen lesz. És hát azért nagyon sok szempontból különleges ez a lemez és ez a turné. A lemez például különleges abból a szempontból is, hogy tavaly készült, de igazából bemutatni tavaly nem nagyon volt mód. Tudjuk, hogy a járvány mit tett, meg mit vett el tőlünk, de hál' Istennek ebben az évben úgy tűnik, hogy meg tud valósulni ez a 23 állomásból álló turné. És hát különleges a lemez abból a szempontból is, hogy a Csík zenekarnak ez az első olyan lemeze, amelyik csak feldolgozásokat tartalmaz, ráadásul egy zenekar dalainak a feldolgozásait tartalmazza. Azért, aki figyeli a Csík zenekar évtizedeit, az tudja, hogy hát ők a népzenéből indultak, és az első lemezeken kizárólag, vagy szinte kizárólag népzenét játszottak, és aztán elkezdtek bekúszni a lemezekre a különböző feldolgozások, természetesen a népzenével együtt, a népzenével összefonódott feldolgozások, na és akkor tessék, most itt van egy olyan lemez, amelyikben kizárólag feldolgozások vannak, de azért mégiscsak ebbe meg bekúszik a népzene. Erről majd Attila beszél szerintem egy picit, hogy a népzene hogyan van jelen. A mai délutánon, vagy délelőttön azt terveztük, hogy egy pár szót szólnának azok, akik szeretnének pár szót szólni. Nem kényszerítjük szólásra azokat, akik semmiképpen nem kívánnak egy kukkot sem szólni. És utána természetesen nektek is lehetőséget adunk arra, hogy kérdezzetek, illetve egyéni interjú készítésre is lesz lehetőség. Na hát, körülbelül ez a menetrend. A turné egyébként, ahogy mondtam, július 17-én indul, mégpedig Tokaj az első állomás, a Fesztiválkatlan, és december 27-e a Debreceni Kölcsei Központ az utolsó állomás, és hát közte pedig itt a Margit-szigeten is fel fognak lépni augusztus 6-án, lesz Eger, Fertőrákos, Veszprém, Győr, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Szolnok, szóval a legnagyobb helyszíneken és a legfontosabb helyeken ott lesz a Dal a miénk. No, Jani, szerintem akkor téged kérdezlek először. Arculatot vált a Csík zenekar? Szép napot kívánok én is, jó egészséget mindenkinek, köszönjük, hogy eljöttek. Arculatot vált-e? Én úgy hiszem, hogy az utóbbi 10-1 néhány évben már alakult az arculatunk, és mindig az volt a legfontosabb, hogy megőrizzük a népzenei kincseinket és azokat az értékeket, de ezt minél több embernek tudjuk átadni, és nagyon sokszor persze, hogy az a fajta jó lüktető zene kellett, amit a városi emberek leginkább szerettek. Hát erre volt például az a sok feldolgozás, és most én úgy hiszem, hogy egy különös megtiszteltetés érte a zenekarunkat, mert azt hiszem, mindannyiunknak egyfajta igazi kedves zenekara volt az LGT zenekar mindig, és mérvadó értéket, zenei értéket képviseltek, nem csak itthon, hanem külföldön is, és azt hiszem, hogy ez egy számunkra igazi megtiszteltetés, hogy mi lehetünk megalakulás 50. évfordulója kapcsán egyik ünneplője ennek az évfordulónak, és olyan fontos személyiségekkel, mint Presser Gábor és Karácsony János, James. Végtelen szerencsések vagyunk, és ennek megfelelően kell tegyünk a dolgokat. Pont ezért hiszem azt, hogy a közönségünk
aki erre kíváncsi, valóban elégedett lesz és jól fogja érezni magát. Attila, hogy sikerült a zenekaron átnyomni ezt, hogy csak feldolgozások és LGT? Nagy küzdelem volt-e? Nagyon nagy küzdelem volt. Ki is hullott a hajam vele. Na, tehát, hogy nem volt itt semmi küzdelem, ugye mi már azért 2009-ben volt az első, amikor együtt dolgoztunk, akkor hívtuk először Pici bácsit. És hát természetesen utána, ahogy mi elkezdtünk dolgozni, az évek során mindig jöttek elő, hogy nem mindig csak ugyanazt az egy-két dalt játszok, jöttek erre az újabb gondolatok. Aztán utána James is jött, majd 6-7 évvel ezelőtt a képbe, és akkor meg már teljesen egyértelmű volt, hogy játszunk olyan LGT-ket, amiket nagyon szeretünk. És akkor így 2 évvel ezelőtt volt egy koncert, éppen Egerbe készültünk, és akkor mindketten ott voltak vendégként velünk, és akkor néztük át, hogy mi legyen a repertoár, és akkor vettük észre, hogy olyan sok dalt csináltunk már eddig meg, hogy ebből most már nyugodtan lehetne egy lemezt összehozni. Tehát, hogy ez ilyen kicsit magától értetődő volt, és az volt az izgalmas, amikor végül is együtt tudtunk dolgozni. Tehát az egy nagyon-nagyon jó munkafolyam volt. Tehát annak idején Pici bácsinak volt a sok ezredik koncertje, 2 évvel ezelőtt, és ott igen, 18-ban, és ott tudtunk mi együtt dolgozni először, látva azt, hogy milyen is az, amikor ilyen nagyon-nagyon kemény munka folyik. És ez szerintem az egész ennek annak egy nagyon-nagyon jó iskola volt. És hogy mi szándékunk szerint egy hasonló munkát tudtunk összehozni, amikor tavasszal nekiültünk, és először a zenekar összejátszott a dalokat, aztán pedig Pici bácsi és James is jött velünk, és akkor egy jó hetet töltöttünk egy kemény próbával, aztán egy újabb hét, amíg fölvettük ezeket. Tehát ez egy ilyen iszonyatos, nagyon jó tanulási folyamat is volt, és ennek az eredménye lett az, hogy fölvettük ezt a lemezt, és ezt tavaly decemberben jelent meg. És ugye mi ezt szerettük volna már, hogyha előbb meg tudjuk turnéztatni, tehát az ismert körülmények között ugye ennek nem volt igazán realitása, de most itt a nyár, itt a jó idő, felszabadultunk, úgyhogy semmi se állhatja gátját ennek a muzsikálásnak, nagyon reméljük. Köszönjük szépen, Presser Gábor, gondolom, hogy bárkinek nem adott szívesen, vagy nem adjátok szívesen az LGT dalokat, a Csíkzenekar mit tesz hozzá, mit tud hozzátenni? Hát amikor én először hallottam a Csík-féle legelső LGT feldolgozást, akkor hát egészen oda voltam. Tehát olyan hihetetlen új dolgokat mutatott meg a saját zenénkből, amit azok, akik úgymond eredetileg megcsinálják a dal, azok nem tudják biztosan. Ez normális, mert az egész világban halljuk, hogy a különböző zenekarok vagy előadók dolgait mások feldolgozzák. De, és akkor abban lehet borzasztó érdekes, vagy lehet valami nagyon extrém, és így tovább. De azt a fajta dolgot, hogy az energiát, ahogy előcibálták ezekből a dalokból, amit mi azt hittük, hogy mi már mindent kihoztunk belőle. És akkor ilyenkor kell egy másik hozzáállás, egy másik szemszög, egy másik világ, egy másik manuális, más hangszerek. Hát ki gondolta volna, hogy ezekkel a hangszerekkel majd valakik LGT-t játszanak, és hát ezt gondoltam. Nagyon zenéről beszélni az kicsikét reménytelen, mert ez ugyanolyan, mint egy festményről beszélni. Lehet reggelig, csak hát ott a festményt tessék nézni. És kész, nem tudok mit mondani, tessék hallgatni a Csíkot. Bármit is játszik, abba belekeveredni, az tök jó. James, milyen volt belekeveredni? Nehéz. Az előttem szólók után. Szóval azt... Igen, jobb lett volna, hogyha mondjuk én vagyok elől, az már sokkal... Tehát a tréfát... Nem tudok tréfa nélkül sajnos. Ebben a korban már csak így megy. A lényeg, hogy nem szeretném azt mondani, hogy milyenféle zene ez a zene, mert nincs értelme, így, ahogy a Pici is mondta a zenél, hogy nem lehet. De én azt gondolom, hogy ha sarokba vagyok szorítva, akkor azt kell mondjam, hogy nem
világzene, ugye? De mégis ugye, mert vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ez egy világzenei dolog valahol. Tehát messze menőkig nem lehet semmiféle, egy porcikájában sincs benne ez a, az a fajta dolog, amit esetleg a kedves közönség vagy valaki vár ettől a produkciótól, az együtt muzsikálástól, hanem egy újfajta dolog. Szerintem egy vadonat újfajta dolog született, ami, mint részvevője én egyszerűen csak nem az, hogy imádom, hanem élvezem. Én érzelmileg teljesen kiborulok, itt vannak a tanúk, szárnyalok benne, van, amikor nem azt mondom, hogy elfelejtem, én csak állok a színpad középén, ott van a helyem, kvázi nem azért, mert közép, hanem hogy ott vagy a gitáros, vagy a mikrofonom, és ott egyszerűen csak élvezkedek, nézek körül, vagy hallgatózom, és elmerülök benne. Ritkán fordul elő velem, nem tudom mások, hogy vannak ezzel a színpadon. Ez egy, az egyik ilyen produkció, amiben messze menőkig el tudok merülni, lubickolok benne, és csak köszönetet szeretnék mondani a föntieknek, meg az itteniek, lentieknek is, hogy itt ebbe a dologba benne vagyok, belekerülhettem. Valahogy így gondolom. Marian? LGT-t énekelni, ezt más? Ez is egy jó kérdés, hogy mit énekelni más. Én azt gondolom, hogy énekesként mindig igyekeztem minden dalt úgy megfogni, hogy megkerestem, hogy mitől jó nekem benne lenni. Tehát ami a furcsa volt a számomra, az, hogy nyilván ebben nőttem fel, mert hallottam reggeltől estig. Szólt a rádió, és hallottam ezeket a dalokat, de soha nem gondoltam, hogy ilyesmit énekelni fogok, hiszen a népzene volt az, ami engem elragadott. Attól függetlenül nagyon szeretem a másik zenei világokat is. És mikor belekerültünk, és jöttek a számok egymás után, akkor derült ki a saját számomra, hogy úristen, ezt is ismerem, azt is ismerem, jé, ezt is tudom. És ez egy borzasztó nagy élmény volt, hogy úgy köszöntek vissza, mint amikor a népzenét is, ahogy szoktuk, vagy hallgattuk, hogy hallottam, és egyszer csak oda kerültem, hogy elénekelhetem. Nyilván ez egy óriási megtiszteltetés is az, hogy a pici bácsiék elfogadták azt, hogy ott vagyunk. Nagyon szeretem ezeket a dalokat. Azt gondolom, hogy van benne olyan, ami igazán testhez álló is az én számomra, és nagyon-nagyon jól meg tudom találni benne azt a fajta helyemet, amit talán ez a zene kíván, és nagyon szeretek velük együtt énekelni James-el is. Azt gondolom, hogy többféle, aztán másfajta dolgokat is együtt csináltunk, és nagyon jól összecseng a hangunk. Én ezt nagyon szeretem benne. Nyilván énekes szemmel teljesen más, vagy énekes füllel is teljesen más ebbe a zenébe szerepelni, mint maguknak a zenészeknek, hiszen őnekik sokkal-sokkal több dolgot kell figyelembe venni. Mégis azt hiszem, hogy amikor oda kerülök, hogy újból és újból játsszuk ezeket a dolgokat, akkor rettenetesen még mindig megfelelés van bennem, és igyekszem azt a fajta dolgot, amit most már örökségnek lehet mondani, hiszen megörököljük ezeket a dalokat, ezeknek úgy tenni eleget, vagy úgy ott lenni benne, hogy hát ne szenvedjenek csorbát ezek a dalok, mert hogy azért igen, neves emberek énekelték, és szeretem ezt csinálni, de azért félelem is van bennem, mikor oda kerülünk, hogy minden úgy legyen, ahogy kell. Szerintem most is neves emberek éneklik. Peti, te hogy vagy benne ezekben a dologban? Én nagyon, tehát hogy mondjam, nagyon nagy érzés ezekben a dalokban részt venni. Ugye én úgy tudom mondani, hogy eddig egy szekeret toltunk együtt, most meg már egy lokomotívot, ami sokkal nagyobb lendülettel megy, és sokkal nagyobb sodrása van. Hihetetlen, tehát egyszer csak elkezdődik a program, a próba, és 6 óra múlva vége van. Tehát észre sem veszem, mert folyamatosan impulzusok érnek, folyamatosan ott kell, jelen kell lenni. Pörgök vele, sodródok vele, nagyon jó érzés benne lenni. És a koncertek ugyanígy zajlanak számomra. Add tovább Tamásnak, légy szíves, köszi. Tamás, bal kézzel milyen LGT-t játszani? Hát sokkal jobb, mint most a mikrofon tartani, mert valóban a vokálokban ugyan helyet kap néha a Tamás is, a brácsa mellett, de alapvetően az a fajta együtt muzsikálás, és amiről a James beszélt, hogy megéljük a pillanatokat a színpadon, az teljes és egyszerűen megismételhetetlen.
én is vágyom rá, hogy ezek a közös muzsikálások bekövetkezzenek, és mindig egy következő alkalom az egy ünnep számomra, amikor ezek a zenélések kiteljesednek. De hát még annyit szeretnék itt a próba folyamatokkal kapcsolatban elmondani, hogy mindannyian a Csíkzenekar tagja is több évtizede foglalkozunk zenével, ugye a népzene megismerésével, de hát ezt az óriási anyagot talán több emberöltő alatt lehetne szépen megtanulni. De amikor a Pici bácsiékkal próbán voltunk, és ott volt a 30 zenész, amikor a nagy arénás koncertre készültünk, sose felejtem el, hogy olyan koncentrált figyelem volt az egész próba folyamatban, hogy hiába volt az a 30 zenész jelen a hangszerével, az instrukcióknál a légyzümmögést is lehetett hallani. Tehát, hogy én erre emlékszem, hogy tényleg mindenki oda teszi magát a produkció, illetve az együtt, nem is a produkció, hanem a zenélés a kiteljesedése érdekében. És hát Attila hozta a javaslatok szinte 100%-át, ugye ezt ő vezeti, majd erről még gondolom pár mondatot elmond, de mégis meghagyta akár a szólamvezetés, tehát a brácsán való játékmód szabadságát, azt én találhattam ki egy-egy klassz akkordmenetnél, hogy azt hogyan játszhatom. Tehát ennyivel különb ez a lemez, mint amikor a népzenén megtanulja az ember a stílusokat, és eljátsza a kíséretet a hangszerén. Köszi. Zsolti, hogy vagy te benne? Neked mekkora a szabadságod? Én most inkább először arról beszélnék egy kicsit, hogy ami szóba került itt a népzene, és ugye a feldolgozások, ennek kapcsán lenne egy érdekes dolog, hogy ami szerintem nekünk egy nagyon nagy lépés volt előre, az, hogy a népzene világa az nagyon zárt, és nagyon nem vagyunk hajlandók újdonságokat befogadni. Ez sok mindenből adódik, leginkább abból, hogy meg kell őrizni az autentikát, és ennek ugye az az ára, hogy az ember hajlamos becsukni a fülét, és nem akar hallani mást. Tisztelet a kivételnek. Nálunk ugye Attila nagyon nyitott, meg eleve egy másik zenei világból jött el a legelőször, ha jól emlékszem, nem a népzene volt a legelső. Nekünk a többségnek azt hiszem, hogy a mindannyiunknak a népzene volt a legelső, és egy kicsit ilyen begubózott állapotban volt az ember, én úgy gondolom, hogy szívesen meghallgatott más, csak úgy volt, hogy hát a népzene az a népzene. És akkor elkezdődtek a feldolgozások, majd jött Pici bácsi, James, és kinyílt előttünk a világ. Tehát nem bántam volna, hogy ez mondjuk 20 évvel ezelőtt történik, de jobb később, mint soha. Történhetett volna 20 évvel ezelőtt, Jani, akkor ezt tőled kérdezem. Tehát te vagy a Csíkzenekar névadója, vezetője 20 évvel ezelőtt, te mit szóltál volna ahhoz, hogyha valaki előáll azzal, hogy hát akkor rock'n'roller? Hát való igaz, hogy mikor az első ilyen feldolgozás ötletek megjelentek, akkor ilyen nagy döbbenet volt. Nem gondolod komolyan, meg ugyancsak viccelsz az egész, és jót mosolyogtunk. Tehát nem hittük el, hogy mi ezt megcsinálhatnánk. Tehát el se képzeltük, hogy ma milyennel foglalkozunk. Annyiból mindenképpen fontos, amit a Tamás is és a Zsolt is mondott, hogy ugyanúgy, ahogy mi a régi öregektől, a falusi zenészektől, akiktől a felvételekről, filmekről, a régi gyűjtők által gyűjtött anyagokról tanultunk, és igyekeztünk a leghitelesebben megtanulni továbbadni, ugyanúgy tanultunk, fejlődtünk, haladtunk, és most, mikor ezek a próbák voltak, elképesztően tanultunk sokat a precizitásról, a pontosságról, arról, hogy hogyan dolgozunk, mire figyeljünk, mire többet figyeljünk, az olyan hangok meghallására. Millió zenész közül is meghallott a Pici bácsi, valaki hamisszal. Tehát van egyfajta igényesség, és ahhoz való ragaszkodás, tehát nagyon sokat tanultunk a fegyelemből és az alkotás minőségének, meg a precizitásának a fontosságáról. Én azt hiszem, hogy ezt, ha mondja Zsoltik, hogy 20 évvel ezelőtt is, akkor én erre is mondhatom, hogy ezt a fajta precizitást azért, ha 20 évvel ezelőtt megtudjuk, akkor ki tudja. Tehát mindenképpen igazat kell adjunk ennek.
Attila, egy picit beszélj arról kérlek, hogy hogy van népzene ebben ezekben az LGT dalokban, mert hogyha meghallgatjuk a lemezt, akkor teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok benne a népzenei motívum, nem csak motívum, hanem komplett népzenei elemek. Mi van benne, meg hogyan került bele? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sokan kérdezik, hogy kerülnek bele a dallamok, és nekem mindig azt tudom mondani, hogy ami bejön. Tehát ami, ugye ennek az a titka, hogy sok zenét kell hallgatni. És rengeteg zenét hallgatok, és ott van nyilván egy idő után az embernek ott van az agyában egy csomó dallam, és amikor meghallgatok egy LGT dalt, akkor egyszerűen csak beugrott róla valami, hogy milyen szépen működhetne ezzel. Aztán volt, amin észrevettem, hogy a harmónia menete, például a Miénk itt a tér című dalmak, csináltam egy harmónia menetet, ami egy picit eltér az eredetitől. És az viszont kiválóan illetett kalotaszegi hajnalira. És akkor ez szépen össze lehetett rakni, utána már csak egy lépés volt, hogy az eredeti Adam és Anna féle szövegek után tettem mindig egy témájában, érzésvilágában hasonló kalotaszegi szöveget, és azt szépen Mariannal felváltva meg lehetett csinálni, és nagyon-nagyon szép a kontraszt, és a végén persze együtt is meg tud szólalni, és olyan, mintha az mindig együtt működött volna. És ez nagyon érdekes, hogy ez így nem, tehát nem úgy jött, hogy akkor most keressünk hozzá, hanem így beugrott valami. És ez mondjuk ehhez kellett 10-12 év, amire ez a lemezanyag összeállt, de így nem kellett, tehát nem volt az, hogy megrendelésre csinálom, hanem ami bejött. Ez a miénkét a tér szerintem, hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt csináltam ezt a dalt otthon, és egyszerűen szépen működ rá, és nem is értettem, hogy eddig miért nem jutott eszembe. Tehát, vagy például ami nagyon érdekes, hogy Ugye mi jó barátok vagyunk című dal, az gyakorlatilag egy felsőmarosmenti forduló csináltunk belőle, és az meg onnan jött, hogy Csiszár Aldán szokott olyat csinálni, hogy elég egyedülálló dalomalkotása van egy Magyar Péter, aki prímás, hogy egy asztali nótából, ami gyakorlatilag úgy mondhatnám, hogy egy keserves, egy ilyen lassú énekes dal, ő szokott csinálni táncdallamokat. Tehát egyszerűen, amit ugye nem nagyon lehet hallani Magyarországon, a magyar nyelvterületen, hogy egy lassúból, egy ilyen parlandó dallamból egy táncnótát improvizál. És neki ez nagyon régi dolga, hogy eljátsza az először lassúba, egy akasztósba, vagy egy ilyen keservesbe, aztán pedig ugyanezt táncmuzsikában megcsinálja, és ezt pontosan ugyanennyit csináltam, hogy kvázi Aladár útmutatásai alapján ebből a dalból csináltam egy Péter Laki fordulót. És olyan szépen illett a kettő együtt, hogy mintha működött is volna, és az érdekes volt, mert felhívtak engem, hogy 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy ezt hol tudnánk megtalálni ezt az eredeti dallamot. Mert hogy nagyon tetszett nekik, és hogy melyik gyűjtésem van rajta. Mondom, hát ez sajnos nincsen rajta gyűjtés, az nem létezik, honnan tudom. Hát mondom, hogy én csináltam. Tehát ez forduló. Ez nem forduló, csak olyan, mint a forduló lenne. Tehát olyan szépen illeszkedik bele az eredeti szövetben, mint hogyha tényleg ott lett volna a világ. Mint a pici bácsi, Magyar Péter akár született volna, és ő írta volna ezt a dallamot. Tehát, hogy ilyen és felső maros mentet. Tehát ez olyan szépen működik együtt, és nem kellett külön órákat tölteni, az, hogy most ebből, hogy hozzuk át az egyiket a másikon, egyszerűen adták magukat. És ez nagyon-nagyon jó, így nagyon könnyű dolgozni. És akkor utána persze, hát nekem megvoltak az alapötletek, és akkor utána akkor csiszolódott ez ki, amikor mi együtt elkezdtük játszani, és az nagyon-nagyon hosszú próbák voltak. Sőt, még azért ott is volt még sok váltás, amikor a lemez felvétel előtti egy hétben próbált, még ott is voltak átalakítások, akkordegyeztetések, de ez annyira izgalmas volt. Tehát most ez pontosan úgy kell felfoglalni, Zsolti elkezdte boncolgatni, ugye azt szoktuk mondani, hogy adatközlők. Na most Pici bácsi és James, hogy adatközlők. Tehát tőlük tanultuk meg ezt a zenét. És pontosan ugyanolyan tisztelettel közelítünk ehhez egész témához, mint ahogy tiszteltünk, ahogy közelítettünk a Csipáshoz, vagy a Netisanyihoz, vagy a Kodobáékhoz, hiszen ők olyan fajta más minőséget tudnak, amiket mi úgy gondolom, hogy meg kell tanuljunk. És itt lesz az érdekes, hogyha mi történik akkor, hogyha ebből a dalból tényleg lesz egyszer egy táncházban meghalljuk, hogy ebből egy Péter Laki forduló, és eljátsszák. És ugye volt már erre az előző zenéinkkel példa, hogy mások eljátszották, és muzsikálták, és kérték őket Erdélyben, hogy játsszák el adat, és eljátszották. Tehát kvázi folklorizálódott, hogy ezt szokták mondani. Úgyhogy ez egy ilyen oda-visszaható folyamat, és ez szerintem ez nagyon-nagyon szép. James, neked van olyan emléked, amit te csiszoltál? Amire azt mondod, hogy ez itt rajtam múlt?
Nem igazán. Én azt gondolom, az utolsó időszak pont a lemezfelvétel előtti próbaidőszak volt az, amely, amikor hogy tulajdonképpen minden dalról kiderült, hogy milyen. Legalábbis nekem. Mert ugye egészen más dolog, amikor az ember hosszú éveken keresztül, ami nem is olyan hosszú, játszik pár dalt, akár többet is, akár közösen, akár csak egyedül, már úgy értem a zenekarral, és egészen más dolog, amikor fókuszálva van a figyelem, tudod, kifejezetten csak arra, hogy na ezt megfogalmazzuk most, és ezt letesszük oda, és akkor ez így is fog maradni. Nyilvánvalóan ebben van egy kis olyan, mint a fotózás valahol, hogy lefotózod, úgy marad, nem tudom én, esetünkben még szerencsénk van, vagy szerencsém van azzal, hogy azért koncertturnéra is kerül sor, és ilyen értelemben majdnem azt mondhatnám, hogy kicsit mindig más a dolog, pedig mindig ugyanaz kell, hogy legyen, de mégis változó, hiszen ez a pontosan ez a jó benne, az igazi muzsikálásban az a jó, hogyha a alapok le vannak rakva, és mégis mindig van benne egy kis változó, ami a savábdorsát adja nem csak a közönségnek, hanem az előadónak is, aki műveli. Tehát én azt gondolom, hogy akár az én dalaimról, én úgy emlékszem vissza, pedig nem volt olyan régen, bár lehet, hogy nekem már régen volt, hogy a közös munka meghozta a gyümölcsét. Én inkább így fogalmazna a kérdésedre a választ, hogy nem igazán az volt a lényeg, hogy én mit látok, mit van az áld meg a dalban, vagy a nem tudom én, a címadó számban, vagy akár a többi dalban is, vagy azok a berögződések, amik ugye hosszú évek alatt az LGT időszakon, vagy az LGT megszűnése utáni időszakot mondom most inkább, hogy akkor hogy játszom én másokkal, vagy nem is érdekes, ez az érdekes, ahogy ez most fog történni, vagy ez megtörtént. Tehát én azt gondolom, hogy én mindig csapatjátékos voltam világéletemben, ebben is azt gondolom, hogy mindig arra fókuszálok, vagy arra figyelek oda, hogy a többiekkel együtt hogy tudok harmonizálni. És nem a szó értelmében, tehát hogy a harmóniát, hanem hogy mi fér bele ebbe, mi fér bele abba. Tehát az alkalmazkodó képességem tette igazán próbára a próbaidőszak, és ugyanakkor ugye a felvételek is. Valahogy így gondolom. Lassan lezárjuk ezt a kört, Pici bácsi, a tiéd az utolsó kérdés. Arra vagyok kíváncsi, tudom, hogy nehéz beszélni róla, a zenéről, meg a festészetről, értem én, de azt meg tudod-e fogalmazni, hogy benned milyen érzések vannak, amikor a Csíkzenekarral együtt muzsikáltok? Akár ebben a lemezben, akár korábban, hát 2009 óta. Meg tudom fogalmazni, csak ez egy borzasztó közhelyes lenne, hogy... Elfogadjuk igaznak. Hát én nagyon-nagyon... Boldog vagyok, amikor a Csíkkal játszottam. Ez most már tart 11 éve, ugye? 12. éve, és még soha olyan nem volt, hogy azt mondták, hogy gyere, és én ne azonnal igent mondtam volna, mert nekem ez egy egészen különleges élvezet, és én nem csak büszke vagyok arra, hogy velük játszom, hanem boldog is. És ez azért mondom, hogy nem jó ilyenekről beszélni, mert itt most tényleg vajazzuk egymás hátát, de sajnos ez az igazság, nem tudunk, nem lehet ezt más szavakkal elmondani, mert nem ez a jó, meg kell nézni, és azt kell mondani, azok ott boldogok, ja, de jó nekik, és kész, és akkor ott voltál, és te is kaptál valamit. Azt úgy sem tudom elmondani, hogy én mit kapok ettől. Legalább 23 alkalom lesz ennek a boldogságnak a megfigyelésére a következő 5 hónapban, tehát július 17-e az első, december 27-e a, most úgy tűnik az utolsó állomása ennek a turnénak, a Dala Miénk, Csíkzenekar és az LGT dalok. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és akkor most akkor arra adnánk lehetőséget, hogyha valakinek lenne most kérdése, azt fel tudja tenni. Igen, tessék! Ugyanis itt vannak az MT-től, és a Csíkzenekartól azt szeretném megkérdezni, hogy a lemezen szintén közreműködő Kovács Kati és Ferenci György a turnénak mely állomásain fog feltűnni. Preston Gábortól pedig azt szeretném megkérdezni, hogy ugye 50 éves az LGT, és ez egy nyilvánvalóan fontos része ez a turné ennek az évfordulónak, de hogy tudna-e említeni egy-két olyan dolgot, ami még az évfordulóhoz kapcsolódik. Ugye nyilván jön majd a második kötet a könyvnek, és hát lehetett arról hallani, nem tudom, hogy most mi igaz, hogy van egy
hangfelvétel is, egy amerikai hangfelvétel, ami esetleg megjelenhet. Mit tudna erről elmondani? Köszönöm. A turné három állomásán lesz Kovács Kati. Gyuri nem lesz most velünk, itt most egy kicsit elszállt mindenki, mert a koncertezés, és tele van mindenki koncertekkel, úgyhogy őt nem tudtuk egyeztetni. A turné nyitó koncertjén, 17-én Tokajban lesz velünk, itt az a Kovács Kati, itt a szabadtéri színpadon, Margit Szigeti szabadtéri színpadon, illetve Egerben, hiszen ugye, mint tudjuk, ő is egri, nem csak én, főleg ő az egri, mert én csak oda kerültem főiskolára, de ugye már régebb ott voltunk, úgyhogy ezen a három koncerten lesz velünk a Kati. Ugye, és a lemezen szereplő úgynevezett bónusz track, ami úgy került rá, hogy ez végül is a Kati dala, de ugye az LGT játszott a 74-es Kovács Kati, és az első LGT által írott lemezen, úgyhogy Pici bácsi, ő írta, az LGT játszotta, és a Kati énekli, tehát végül is ilyen szinten félig meddig azért LGT-del, és így került rá a lemezre. Hello Isten, nem tudok semmit arról, hogy milyen különösebb események várnak ránk az 50. évforduló alkalmából, lévén, hogy mi nem terveztük azt, hogy most egymást megkoronázzuk, és ehhez hasonlók. Úgyhogy erre a kérdésre nem tudok igazán válaszolni. A másik, hogy a könyv az más, az nem egy LGT könyv, tehát az, én nem veszem magamnak sem a jogot, sem a bátorságot arról, hogy én írjam meg a banda történetét. Úgy volt tisztességes, ahogy 85-ben csináltuk, hogy mindenki mondta a magáét, azt egy szerkesztő szerkezgette, és egy zenekarról csak egy szemszögből írhat valaki, aki mondjuk egy zenekari tag. Azok a zenekarokról szóló könyvek, amiket valaki úgy ír meg, hogy én most megírom a mindegy együttes történetét, az nem fair. Az nem fair. Az a fair, hogyha valaki azt mondja, hogy egy negyed részt így történtek dolgok. Én, ahol én ültem, én álltam, én feküdtem, így láttam a dolgokat, és ezért mindig is kérem, hogy ne keverjük össze a könyvet a bármiféle LGT produkcióval, az nem az. Természetesen az életem része. Igaz, hogy az utolsó, vagyis hogy az 50 évből az utolsó 7 évet, hát csak inkább egyfajta spirituális együttlétben töltöttük, néha játszunk is, vagy keressük azt a lehetőséget, hogy együtt legyünk, de már nincs LGT, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy most kellene valamiket rendezni, mert ott se tudnék többet mondani, ott se tudnánk mihez kezdeni magunkkal, úgyhogy nem kérünk ilyet, viszont teljesen elfelejtettem a harmadik kérdést. Ez az amerikai koncertre. Ja, hát igen, nem tudom pontosan, hogy mi lesz ennek a sorsa. Ez így kezek között van, és még csak nem is így húzakodás folyik, hanem mindenki ilyen félve nyúl hozzá. Nem tudom pontosan. Az biztos, hogy annak semmi értelme nem lenne, hogy egy 1974-es rádió közvetítést, ami egy rádióban, egy stúdióban játszottunk, és az egy élő koncert volt, és ezt megőrizte a San Franciscó-i Design és Performance Múzeum. És teljesen véletlenül az egyik LGT archivista és LGT, hogy mondjam, most szépen akarom mondani, de nem rajong vagy őrült ember, a Herskovics Iván, aki már nem dolgozik a Magyar Rádióban, hanem a Holland Királynál dolgozik, de a lényeg az, hogy ő ezt is megtalálta. Tehát ő mindenféléket megtalál, amiről mi azt se tudjuk, hogy van. Tehát például lesz, hogy mi ezt nem gondoltuk, hogy San Franciscóban a felvételt elteszik, majd egyszer csak ki tudja miért és mikor, elkerül vagyis ez egy Los Angeles-ben történt felvétel, valami két nagy fesztivál között,
És olyankor ez divat volt, illett elfogadni ilyen felkéréseket, hogy menj el egy ekkora rádióstúdióba, mint ahol mi vagyunk, mert az nem arra kell, az arra készül, hogy két pasas beszélget. És ott álltunk, ültünk, be voltunk szorulva, volt egy négy tagú közösségünk, a technikusaink, meg valakinek a csaja, és azok tapsoltak, mi meg játszottunk, és ha így visszahallgatom, akkor elég nagy tűz volt. És hát ki gondolta, hogy ők ezt elteszik, utána kvázi forgalmazzák, magyarul megveszi egy múzeum, senki nem gondolta. Hát akkor nekünk úgy indult ez az amerikai valami, amit nem lehet karriernek hívni, hiszen nem egy karrier volt, hanem valami, ami azelőtt történt, hogy érdemes ránk odafigyelni, és elraktak dolgokat, hogy az majd ki tudja, mennyit ér. Hát ezt ma már ugye nem ér valójában, hogy mondjam, nincs kézzel fogható értéke, tehát senki nem is gondolkodik ilyesmiben. De hogy ennek hogy lehet adni egy megjelenést, hogy most kiadunk egy CD-t? Hát erre mondják azt, hogy big deal, ugye, hogy a világon semmi nem történik, akkor egyelőre tanácstalanul várjuk. Én arra gondoltam, hogy ez egy nagyon szép dolog lenne a 100. évfordulón, és az nekem már nem gond, csinálja más. És egyelőre úgy tűnik, hogy konszenzus van. Köszönjük. Van-e még kérdés? Plenáris. Először, másodszor, senki többet harmadszor. Oké, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy együtt lehettünk. Egyéni interjú készítésre van lehetőség, ahogy ígértük. Nagyon köszönjük nektek is a komplett Csíkzenekarnak, illetve Presser Gábornak és Karácsony Jánosnak, és hajrá a turnéra. Köszönjük, további szép napot! Szeptember 5-én tehát a Dala Miénk, Csíkzenekar LGT koncert Presser Gáborral és Karácsony Jánossal a Bertőrákosi Barlang Színházban. Egy igazi kemény koncert hétvégére várjuk Önöket, Rúzsa Magdival, Bogányi Gergelyel és a Csíkzenekarral, Presserrel és Karácsonnyal. A jegyeket a jövő héttől várhatóan megvásárolhatják, keressék jegyirodánkat, valamint az internetes felületeket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!